Valóságos jelenlét. Molnár Tamás, a keresztény filozófus. A műsort készítette Nárai Szabó Gábor, biológus, kémikus, egyetemi tanár. A világszerte ismert gondolkodó 1921-ben született Budapesten, alap- és középfokú iskoláit Nagyváradon román nyelven végezte. Emiatt nem vették fel az időlegesen Magyarországhoz visszacsatolt területek magyar nyelvű egyetemeire. Kereskedő édesapja kapcsolatai révén sikerült eljutni a Belgiumba, ahol megtanulta a francia nyelvet, a francia irodalom és filozófia mély ismeretét, ez végigkísérte teljes írói és gondolkodói pályafutását. A II. Világháború vége felé, miután internált külföldi állampolgárként megjárta a Dachaui koncentrációs tábort, egy éven keresztül a kereskedelemben dolgozott, majd bevándorlási engedélyért folyamodott az Egyesült Államokba. 1950-ben itt doktorált a Columbia Egyetemen, francia eszmetörténet. 1957 és 1967 között a Brooklyn College francia és világirodalom professzora volt, majd a Long Islandi Egyetemen tanított európai szellemtörténetet. Tanított Dél-Afrikában, a Yale Egyetemen és a rendszerváltás után haláláig a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, egyidejűleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem filozófia professzora is volt. 1995-ben választották a Magyar Művészeti Akadémia tagjának. Munkásságának elismeréseképpen több kitüntetésben részesült. Molnár a modernitás kritikusa, elsősorban napjaink politikai és gazdasági rendszereié, melyek szerint a hagyományos teológiai világkép lebontásával tagadják, vagy átalakítják az ember kozmoszban elfoglalt helyét. Ez szerinte leginkább abban érthető tetten, hogy egy ideológia mentén az állam segítségével szeretnék megváltoztatni az emberi természetet. Magyarország szovjet megszállása, majd az 1956-os szabadságharc elnyomásának következtében Molnár már korán érdeklődni kezdett egyes 20. századi jobboldali irányzatok iránt, mint például a falangizmus. Ezeket vizsgálta politikai krédáját megfogalmazó Ellenforradalom című művében, melyben kimutatta, hogy az efféle mozgalmak mozgató ereje végső soron a radikális baloldali törekvésekhez hasonlóan a feltörekvő polgári mentalitással kapcsolatos ellenségesség volt, nélkülözve az anyagi világon valóban túlmutató spiritualitást. Az 1960-as évek elején fedezte fel újra gyerekkorának katolikus hitét, amely ezt követően politikai, kulturális és filozófiai jellegű írásainak alapmotívumaként szolgált. Nagy vitát váltott ki az Értelmiség alkonya című könyve, különösen liberális katolikus körökben. A mű legfontosabb tézise az, hogy a feltörekvő értelmiség a polgárság ideológiai kiszolgálójává vált, ami megölte a valódi intellektualitást és a filozófiai gondolkodást. Molnár egyik fő tézise szerint az ideológia diadalát a média és a telekommunikáció által dominált kultúra segítette. A média valójában egy saját világát megteremtő világszellem, melyben a közvélemény megteremtése zajlik, a szólásszabadság álcája alatt. Gyakran publikált befolyásos amerikai konzervatív lapokban, írásai számtalan helyen megjelentek több európai nyelven, a klasszikus történelemtől és a francia irodalomtól, a külpolitikáig és a modern filozófiáig. Filozófusok Istene című munkájában ezt írja. Isten volt és maradt a filozófia centrális problémája, nincs kozmológia és etika, jogtudomány és embertan anélkül, hogy e tekintetben állást ne foglalnánk. A Liberális Hegemónia című könyve a liberalizmus erős kritikája. Ebben a következőket írja. A liberalizmus mindenütt jelenlévő ideológiává vált, minden újítást ellenző ortodoxia lett belőle. Alig két évszázaddal ezelőtt a liberalizmusnak még széles látókörű, bátor szellemű, nagy képzelő erővel megáldott bajnokai voltak, ma már csak képzeletszegény és gyáva bürokratái vannak, akik szorongva kémlelik a horizontot, hogy felfedezzék az eretnekséget. A feladat annak megindoklása, miért a status quo az egyedüli érvényes és elfogadható mostantól mindörökké.
valóságos jelenlét. Molnár Tamás, a keresztény filozófus. A műsort készítette Nárai Szabó Gábor, biológus, kémikus, egyetemi tanár. Sorozatunkban a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.